100 000 forintot vehet el egy átlagos családtól a kafetéria adójának tervezett emelése az Együtt PM szerint. Jövőre a kormány 15 százalékponttal 36-ról 51%-ra emelné a kedvezményes adójú bérenkívüli juttatás után fizetendő közterhet. A lépés ellen a munkástanácsok és a Liga szakszervezetek is tiltakoznak. Szakértőik szerint a lépés az egész kafetéria rendszer létét fenyegeti. Hajat mosni és sminkelni is drágább lesz jövőre, és annak is többet kell fizetnie, aki mondjuk művirágot vesz. Élő csokrok között lapul a művirág a temetőben. Az biztos, hogy tartósabb, de a környezetet is jobban szennyezi. Ezért a kormány tervei szerint a jövőben a művirágokra is kivetik a környezetvédelmi termékdíjat. A szizár az természetes anyag, a levél az mű. Egy kiló művirág 1900 forinttal kerül majd többe a tervek szerint. Ilyenkor halottak napja környéken karácsonyi díszekbe fordulnak elő, vagy húsvétkor nem élő virágok. De van, ahol sok művirág fogy. Én nem hallottam róla, bár ugye itt télen, itt az úrnapalaknál télen nem lehet semmilyen virágot, csak a művirágot. Ha az országgyűlés rábólint, akkor jövőre itt már drágább lesz a halottak napi megemlékezés. A szépség is többe kerül majd. A héten bejelentett adótervek szerint termékdíjat kell majd fizetni a környezetkárosító kozmetikai cikkekért kilónként 57 forintot, a mosószerek után pedig kilónként 11 forintot. A kormány határozott célja, hogy még ebben a ciklusban az egykulcsos jövedelemadó rendszer egy számjegyű egykulcsos jövedelemadó rendszer legyen. A jövedelemadó nem csökken, a kafetériát terhelő adó viszont nő. Most 36%-os adó terheli a szép kártyán vagy Erzsébet utalványon adott béren kívüli juttatásokat. Jövőre ez a tervek szerint 51% lesz. Ez azt jelenti, hogy a normál bér és a kedvezményesen adható juttatás adózása között alig lesz különbség. Az Együtt PM szerint a növekvő teher miatt a munkáltatók kevesebb kafetériát adnak majd a dolgozóknak. Egy kétkeresős családnál körülbelül évi 100 000 forint nettó bevétel eshet ki a kafetéria szabályok szigorításával, míg a gazdagokat ez nyilván sokkal kisebb mértékben érinti. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez az elem még igazságtalanabbá teszi az egykulcsos SZIA rendszert, és azt is gondoljuk, hogy ezeket az embereket nem lehet tovább sarcolni. A Liga szakszervezet és a Munkástanácsok Országos Szövetsége szerint a módosítással az egész kafetéria rendszer léte veszélybe kerülhet, ezért azt kérik a kormánytól, hogy vonják vissza az újabb adóemelést.